Ma a világban, és benne sajnos Magyarországon a média, de ma már főként a közösségi médiának köszönhetően az a kép rajzolódik ki, hogy az úgynevezett celebek által megjelenített életstílus az érték. Ami nem olyan, az nem is értékes, sugallják ők. Pedig egy ember értékét nem az határozza meg, hogy mit dolgozik, hanem az, hogy azt a munkát milyen szorgalommal, milyen minőséggel végzi. Nem a média által kreált buborékok jelentenek tehát valódi értéket, hanem a becsülettel elvégzett munka, tehát a magyar munkás. Aki zöldséget és gyümölcsöt termelsz, a földeken dolgozol, aki hajnalban kelsz, hogy megsüssd a kenyeret a pékségben, hogy nekünk legyen mit ennünk, te vagy a fontos. Aki gyárban dolgozol, állandó műszakban, éjjel és nappal, akinek sokszor szabad hétvégéje sincs, aki a levelet kihordott hóban, fagyban, vagy perzselő napsütésben, ki a buszt és a vonatot vezeted, hogy megkönnyítsd a mi életünket, te vagy a fontos. Aki a kereskedelemben dolgozol, hogy segíts hozzájutni az életünkhöz elengedhetetlenül szükséges árukhoz, élelmiszerekhez, vagy gyermekeinket tanítod az iskolában, betegeinket gyógyítod a kórházakban, te vagy a fontos. Aki a rendvédelemben dolgozol, a mi életünket véded, megvédesz minket a bűnözőktől, vagy tűzoltóként, akár életed árán is eloltod a tüzet, te vagy a fontos. És mindenki, aki e szűkre szabott videó keretein belül nem került felsorolásra, ők is épp ugyanolyan fontosak. Aki értékteremtő, értékmegőrző, értékközvetítő munkát végez. Ti vagytok Magyarország, ti vagytok az ország jelene és jövője, a társadalom rajtatok áll vagy bukik, mert rajtatok kívül nincs semmi. De ti és mi tulajdonképpen egyek vagyunk, mert a Mi Hazánk mozgalom tagjai is ebből a világból, a munka világából érkeztek, hiszünk a munka becsületében, hisszük, hogy 180 fokos fordulatra van szükség, el kell söpörnünk az elmúlt 30 év bűnös világát, ahol sohasem a magyar dolgozó volt a középpontban, hanem különféle spekulatív pénzügyi körök, a magyar munkavállaló pedig nem volt más, mint holmi, eldobható, úgynevezett humán erőforrás. Nem fogadjuk el, hogy Európában a magyarok másodrendűek legyenek, nekünk is jár a tisztességes fizetés az elvégzett munkáért és az emberhez méltó körülmény. Ezért arra hívunk mindenkit, hogy akinek elege van abból, hogy az elmúlt 30 évben a két nagy politikai tömb folyamatosan átverte őket, hogy csatlakozzanak hozzánk, vívjuk ki együtt közösen jogainkat, és építsük fel a Mi Hazánk által megálmodott organikus társadalmat, a valódi munkaalapú társadalmat. Menjünk együtt közösen tovább az úton a szebb magyar jövő felé.